Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb Észak-Korea világa epizódban. Ugye felé lett a sorozat hanvaiból, hiszen az előző 5. epizód, ami egy ilyen átfogóbb vasútról szóló epizód volt, 4 évvel a 4. epizód után érkezett. Tekintsétek meg egyébként, hogyha még nem láttátok, én azt gondolom érdemes, ahogy egyébként a mai videót is érdemes megtekinteni, hiszen ma egy olyan dolgot mutatok nektek, amiről szerintem nagyon sokan nem tudtok, méghozzá olyan Szergeiről, ami Villamos Szergej, tehát rendesen pantográffal rendelkezik. Hiszen az észak-koreaiak dízelüzemről villanyüzemre alakítottak át jó pár Szergejt, egyébként tették mindezt bobókkal is, de hogy miért tették mindezt, arról is természetesen mindjárt fogok beszélni, viszont egy érdekesség, hogy amit mi nálunk M62-es típus megjelöléssel ismerünk, ők egyébként K62-es típus megjelölésként nevezték el. Miért dönt úgy egy állami vasút, hogy a meglévő dízel mozdonyaiból többet átalakít villamos üzemre? Mert hogy egyébként nem csak Szergejekkel, nem csak bobokkal történt mindez, hanem több dízel mozdonyát alakította át Észak-Korea, illetve az állami vasútjuk. Ennek az oka és ennek a története, bár egyébként zárójelben megjegyzem, ez nem egy egyedülálló gondolat, hiszen például ugyanilyen Szergejeket Azerbajdzsán is alakított át villamosüzemre, de Észak-Korea története 1990-ben kezdődik ilyen szintéren, amikor is borzasztó, súlyos gazdasági válság sújtotta Észak-Koreát, és ezen nagyon nem segített az sem, hogy 1995-ben, 96-ban súlyos árvizek voltak, valamint 97-ben pedig aszályok sújtották Észak-Koreát, és ez egy borzasztó nehéz időszaka volt gazdaságilag Észak-Koreának, amikor is hát megnehezítette a dízelüzemanyag beszerzését ez a válság, és a koreai állami vasutak akkor döntött úgy, hogy számos dízel mozdonyát elektromos üzemre átalakítja. Mert hogy viszont elképesztő energiákat mozgósítottak meg azért, és nagyon intenzív erőfeszítéseket tettek, hogy a lehető legtöbb villamos energiatermelést helyreállítsák. 1998-ban jutottunk el oda, hogy a Kim Chong-te gyár, hát remélem, hogy jól mondtam, elindított egy programot, melynek a keretében ezeket a Szergejeket, illetve jó pár Szergejt elkezdtek átalakítani elektromos üzemre. Ez nyilvánvalóan a dízel motoroknak, az üzemanyagtartályoknak és egyéb felesleges berendezéseknek az eltávolításával kezdődött. Nyilvánvalóan ugye szükséges transformátorok és kapcsolódó hajtóművek felszerelésével valósították meg, hogy a felső vezetékről az újonnan telepített áramszedőkön keresztül gyűjtött teljesítménye a vontató motorokra kerüljön. Egy dolog merült fel bennem, hogy egy jóval könnyebb mozdonyt kaptunk, és villamos üzemre lett átalakítva egy dízel mozdony, hogy vajon tudja-e ugyanazt a vonóerőt és szolgáltatási teljesítményt hozni, mint akkor, amikor még dízel mozdony volt, és a szakirodalom szerint igen. Kicsit beszéljünk azért arról, hogy hogyan és miként, és milyen fontosságú egyébként Észak-Koreának a Szergejek léte, mert azért 1967-ben kezdődött a története Észak-Koreának és a Szergejeknek, nem pedig a 90-es években az elektromos üzemre való átalakítás kapcsán. Nyilvánvalóan itt mint érdekesség eddig erről beszéltünk, de én azt gondoltam, hogy ha már beszélünk a Szergejekről és Észak-Koreáról, azért beszéljünk arról, hogy hogyan, miként és milyen fontos, még egyszer mondom, Észak-Koreának ez a dízelmozdony. Azt azért történelmi okokból értsük meg, hogy Észak-Korea és a Szovjetunió hát eléggé jóban voltak, hiszen amikor a II. Világháború végén a két Korea ketté szakadt, akkor Dél-Korea mellé az amerikaiak, de Észak-Korea mellé a szovjetek álltak, és hát a szovjetek gyártották a Szergejeket is aztán később. A koreai állami vasútnak a legfontosabb mozdonyáról beszélünk, már hogyha csak a mennyiséget is nézzük, hiszen élből 64 darab beszerzését szerette volna eszközölni a koreai állami vasút, ami meg is történt. Két részletben érkeztek meg ezek a mozdonyok, az első terminusban 1967 és 69 között 48 darab, majd a 16 maradékra egy kicsit kellett várni, hiszen csak 72 és 74 között lettek leszállítva. Természetesen orosz nyomtávra alkalmas Szergejeket is beszerzett Észak-Korea, hiszen Észak-Koreában normál nyomtáv van, mint nálunk 1435 mm, míg Oroszországban 1520 mm a nyomtáv,
viszont nagyon-nagyon fontos ipari kapocs és kiszolgálás történik meg Oroszország és Észak-Korea között vasutilag, így tehát ez elengedhetetlen volt. Ezek egyébként 1973-ban érkeztek Észak-Koreába. Több széria is megfigyelhető Észak-Koreában, a Szergelyekből a 600-as, a 700-as és a 800-as. Észak-Korea tulajdonképpen összevásárolta magának a Szergelyeket, például rengeteg 700-as szériájú Szergelyt vásárolt Németországból, Lengyelországból, de hozzáteszem, és ez egy érdekes információ, és nem is kell annyira visszamenni a múltba, a 2000-es évek elején még a szlovák állami vasúttól is vásárolt 800-as szériát. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, mindenképpen csapassatok egy hatalmas lájkot, és hogyha meghívnál valamire, ja, az most jön.